Sziasztok, én Marki vagyok, és ez itt egy top 5-ös videó lenne. Remélem tetszeni fog, mert ha igen, akkor légy szíves, jelezzétek nekem azt egy lájkkal, és onnan fogom tudni, hogy ez a videó tetszik nektek. Ez egy Angliában felvett 2013-as videó, amit egy kis robotka vett fel. Ezt a lényt magyarul figyelőnek hívják. Sokatnak szerintem ismert amúgy ez a lény. Döntsétek el kommentben, hogy szerintetek ez igaz-e vagy sem. Na, lássuk is a videót. Egy 2005-ben felvett videó, amit Mexikóban rögzítettek. A srác vagy a lány hall egy csörömpölést a kertben, majd megfordul és meglátja a lényt. Igazából elég fő a reakció, mert meg sem ijednek semmi, csak úgy nézik egymást csendben. Azért, ha ti látnátok ki, szinte megijednétek, nem? Mert én... igen. Na de mindegy, nézzük is a videót. Ezt a videót Oroszországban vették fel 2014-ben. Nos, ez a videó nagy valószínűséggel kamu, de egészen meg lett csinálva egyébként. Biztos, hogy kamu, mert le lett buktatva, és a készítője is elmondta, hogy ezt ő szerkesztette, stb. De egészen meg lett csinálva, azért sok embert átvertek ezzel a videóval, amikor még nem buktatták le. Na de mindegy, nézzük is meg azt a videót. Ezt ott két srác vette fel este. Láttak valamit a sötétben, oda mentek, majd a telefon vakujával lefotózták. A videóban szerintem úgy látszik, mintha a telefonfény zavarná a lényt, vagy nem tudom, de lássuk is a videót, és döntsétek el, hogy igaz-e, vagy sem. Underneath the boat right there in front of you.
És akkor a végére jön egy kis haza is. Egy magyar csatorna, ami biciklizős és parkörös tartalmakat gyárt, hát ilyen túrázós, meg parkörös, ja, olyasmiket. Ebben az az érdekes, hogy semmiféle paranormális vagy megmagyaráztatlan videóval nem foglalkozik. Soha nem töltött fel semmiért, csak ez az egy az. Sokan mondják azt, hogy egy majom látható a videón, de szerintem tisztán kivehető, hogy ez nem az. Mégis amúgy a csávónak elég furcsa reakciója, egyébként nem is értem, hogy ennyit mondta, hogy hülye, ennyit mondta az egész videóban. Én azért más mondanék, meg azért, na én utána néztem volna, hogy mi is volt az. De nézzük is a videót. Na de én ennyi is lettem volna mára, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és ezzel jelzed nekem, hogy tetszett a videó. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok a videókról, vagy hogy veletek történt-e már valami ilyen ijesztő dolog. Ha igen, akkor írjátok meg ugye a kommentbe. Na de én is húztam fel az időt, én Marki voltam, sziasztok!